mai arag a homlokfal. Hát még itt a játékidő nem járt le, még az első fél időben vagyunk. Hát itt már kicsit dimboltam itt a bal elejét, de tudni kell, hogy itt a sárvédőnek már itt el van rohadva, meg hát itt ki is lett egy kicsit tapasztva egy kis gituval, egy üvegszálas gittel, és ezt majd megköszörülöm. És akkor még amikor már lesz tartása, merevsége, akkor szépen akkor azt még megcsináljuk. De nem akarok már másik sárvédőt venni rá, meg a doblemez sem akarom, mert maga a doblemez az egyébként az jó állapotban van. Itt a belső éle egy kicsit azért már megpenészedett, de hát most egy játszós autónak szerintem ez tökéletes. A homlokfalat is kikalapáltam, mindjárt mutatom nektek, hogy hogy kéne ennek a dolognak rajta állni. Hogy mindjárt beteszem itt a kamerát, hogy lássátok itt ezt a dolgot, hogy hogy is vagyunk ebben a dologgal. Itt próbálok ezt kicsit itt. Nagyjából a vonalak este 10 órakor így mutatnak. Hát még ezen kell kicsit úgy igazítani, törni, igen, mint látjátok. Igen, és akkor ezen, igen, persze ezt egy kicsit kijebb ütük, akkor ez bejebb fog menni. Tehát ahhoz képest már alakul a vonala. Már lesz belőle, de viszont akkor ezt már le is festem újra. Hát ezt itt ki tudtuk így hozni, úgyhogy itt a saját elemével egy 20-asból nem húztam volna meg egy elejét. Most pár óról kikalapáltam, még a motorháztetők igényel egy kis törődést. Még azt még elég pocsékú néz ki. Itt látjátok, lehet. Igen, na bazd meg, igen, tehát az ilyen még, ezzel még kicsit úgy foglalkozni kell a motorháztetővel. Itt ebben van egy borda, igen, tehát visszafelteszem ezt, látjátok. Tehát itt van egy borda benne, ami egy kicsit úgy eldeformálódott. Hát ezt úgy lehet csinálni, hogyha ezt ponthegesztéseket lefúrjuk róla, és akkor kiemeljük belőle, és akkor ki lehet egyengetni szerintem. Vagy legalábbis ezt is kiszedni belőle, hogy meglegyen, mert azért ezt megtolta.
Mondjuk van másik motorháztető, de majd megnézem, hogy melyik a... De akkor se fogom kidobni. Melyik a gazdaságosabb üzem. Mit csinálni, de már alakul az eleje. Még ezt a nyúlványt kell visszahúzni egy kicsit, mert van egy kis törés benne, mondjuk nem sok, de ha ezt megnézzük, akkor itt hogy áll, ez a lökhárító tartó, meg itt van, meg itt a motortartó alatt van egy kis, így, kicsit úgy előre ment, illetve hátra ment, azt majd kicsit majd vissza kell még ráncigálni, majd így kicsit megrugatjuk. Úgyhogy most ez így néz ki. Gyógyszer, és akkor csinálod még este is, mert a láz ott van, még érzed még ezt a dolgot, és hát, na, ilyenkor kis lámpafénynél, mécsesnél is, még az ember kitartóan győzködik, és álmodik mindig egy következő versenyre. Idehozom ezt a kamerát, hogy halljátok is, amit pofázok. Hogy hova faszomba rakjam már le, hogy tudjátok, hogy csinálom, hogy hova rakjam, hogy hallható legyek. Mert kicsit lekett a hangom, mert meg vagyok fázva, de hát mindegy, beállítom, hogy hát csinálom, mert szeretem csinálni, meg a másik az, hogy kicsit úgy ebből a dologgal úgy érzem, megmondom őszintén, hogy egy kicsit nektek azért példát mutatok, hogy ha ember szeretne valamit csinálni, akkor azért dolgozni kell, nem pedig a fotelbe ülni, vagy játszani, vagy bármit csinálni. Tehát olyan dolog, hogy erre kortól függetlenül mindenki ráér, inkább azt mondom, hogy erre rá kell érezni. Mert mindegy, hogy mit csinálsz, meg hogy hol vagy, lényeg az, hogy szeretj. És legyél kreatív, legyen motivációd ebbe a dologba, mert akkor találod meg az igazi énedet, és akkor a munkában megtalálod örömödet, és akkor azt fejleszt, és akkor abban jól érzed magad. Tehát nem mindenki teheti meg, mert a robot ott van, de hát mindenki saját sorsának a kovácsa, mert azt lehet mondani. És most én nem a dolog engem is motivál, mert jövő hétvégén lesz egy verseny a Szlovákia határnál, de még a magyar oldalon, és hát megmondom őszintén, szeretnénk elmenni az autóval, meg akarom mutatni, hogy össze tudom én is rakni, tudok ebből a három henger két ütemmel alakítani, egy kicsit játszani az örömünkre. Kicsi pénzből kicsi autó, de úgy érzem, hogy mindenki tud játszani a saját lehetőségéhez képest. Kell, hogy valamivel foglalkozzál, kell, hogy valamivel építsed magad, kell, hogy mindig jobb legyél, kell mindig, hogy erősebb legyél, mint tegnap. Na hát már kezd így alakulni, most nem húztam meg, de most majd mindjárt meghúzom. Mert ettől leszel csak jobb. Hát meg adjad önmagadat, az kész. Nem kell itten szarozni, hogy most megjátszani magad. Úgyis rájönnek, hogy milyen hülye vagy. Tök mindegy. Úgyhogy be kell valami az első perctől kezdve, mert akkor utána már nincsen szarakodás. Nem kell mindig játszani a picsátokat.
Írjátok oda kommentben nektek, hogy mi a kedvencetek egyébként. Kíváncsi vagyok én is rá, hogy mivel foglalkoztok. Mi az, ami titeket, azon kívül, hogy én terhelem az agyatokat a sok hülyeséggel, mi az, ami kicsit titeket foglalkoztat azért. Engem is érdekel, mert ti látjátok, hogy én mit csinálok, de én keveset tudok rólatok, pláne amikor mindenki odaér egy milyen fedőnévvel magát, akkor nem tudom, hogy kicsoda. De csípem azokat is, akik irkálnak hülyeséget, akkor nem meri oda magát felvállalni. Én meg felmerem magam vállalni, úgyhogy ez a kettő között a különbség, de nincsen baj. Majd fejlődöl te is. Na, alakul már ez a Warburg azért. Pofásodik. Úgyhogy lesz belőle újra versenyautó. Igen, még a lökhányítól kell valamit kidimbolni. És akkor már jó lesz. Alakul már, mint púpol gyerek a prés alatt. Ezt már lehet, hogy már mondtam is nektek. De már most kezd Warburg formája lenni. Itt még kicsit meg kell húzni, hogy a rács ott legyen benne. Most egy kicsit, hogy jobb legyen benne. A technika eladható legyen. Egy kicsit így feszüljön a lemez hozzá, hozodjon. Igen, kell egy kicsit úgy játszolni rajta, hogy jobb legyen. Ez ilyen papírszerű az egész játékautó. De hát élvezik az elejét, és tulajdonképpen itt, hogy megnézitek, itt az eleje. Itt az loafing se fogja, de hát ez itt semmi. A lökhárító se, egyébként fog kapni aljára egy fenéklemezt, ami megvédi az egész alját itt az ilyen hülyeségektől, meg itt lesz rajta egy, nem a rendes lökhárító lesz rajta, hanem lesz rajta egy ilyen íves vascső ide feltéve, ami úgy masszív lesz ebben a dologban, mert én már több lökhárítót nem akarok rávenni. Így áll már a tákolmány. Hát még itt a bal elejében meg itt küldeni kell, de hát itt le van rohadva, itt kell egy kis lemez heftelni rá. Megmutatom nektek a krómokat, hogy hogy állnak. Közben még töltöttem a kamerát, hogy lássátok, hogy mivel is vertem el az időt. Itt ez már teljesen így használhatóvá vált. Még kell kicsit finomítani rajta, húzásba nem esünk. A közepsőt egyszer már az egy őz elverte. Hát én nekem még most megint oda rendeztem neki, de egy használható formát csinálok belőle, ami éppen erre célra megfelel. Lehet vitatkozni rajta, ó, 500 forintért lehet venni újat rá. Igen. Sajnálom kidobni, inkább gyakorlok rajta. Megmutatom nektek azt is, hogy szabadidő elfoglaltságban lehet hatosat is csinálni. Inkább ebben a dolgon ezt akartam jelképezni. Vita tárgya persze egyértelmű, hogyha van egy másik újat teszünk rá. Tehát erre az autóra úgy érzem nem föltétlenül szükséges, ami napi használatban van, és ilyen igénybe vételnek van kitéve. Hát én nem tudom, ez így játékos. Nem dobunk ki semmit, visszakalapáljuk, feltesszük, azt akkor örömködünk neki. Szerintem ennek a lényegen nem változtat. Ezt is kikalapáltam már, úgyhogy ezek a krómok vissza tudnak menni rá.